I just got out of jail. Yeah, real cute. Ezek a hülye viccek, tehát ugye, ezek így senki nem ér. Jó, igen, ez egy jó. Na, mesélj, Gábor. Hát mi az, látod, hogy látod. Húha, viszont problémás, tehát mindig is fegyverünk. És lövöldözni kell sokat? Persze, legalább. Hogy lövöldözni kell. Nem mindegy, hogy rögtönzünk. Hát ez érdekes, jó. Most visszatöltjük az állást, hogy nagyon nem megy. Jó fele vagyunk? Nem. Jó. Most gondolkodnom kell, hogy... Mi lesz? Ujjainkból pisztolyt formáljunk és lelőjük őket. Igen, nála nem nincsen fegyvert, talán nem tudok szerezni. Oké. Okay. Így még nem oldottuk meg? Nem. Jó. Ez most nagyon izgalmasnak ígérkezik ez a küldetés. Tehát... Hát ha megcsináljuk, akkor ez érdekes lesz. Fegyver nélkül, figyelj. Hogyan csináltam én ezt meg? Magasabb sebességre kapcsolunk. Ez nem az a küldetés, ha fel se tudja. Mindjárt kiderül. De szerintem pedig... Az lesz az. Hát valakit értesíteni kell, mert jönnek a rendőrök, szóval nem tudom, hogy... Igen. Az szép volt. Hiába a dudálásával. Most csak az a lehetőség, oh, hogy lerázzuk őket. Igen. Meleg volt. Fogtuk, megfogtuk. Újra kell fényezni már az autót, de nem baj, leráztuk őket. Most ki kezdett el üldözni? Ja, ez gyalogos, oké. De a rendőrautóban nem riasztott be? Nem, az nem, egy gyalogos volt. Ja. Hú, jó, ezt meg megúsztuk. Lesz elég időnk? Lesz. Nem, ez nem az a küldetés. Ez nem az a küldetés. Mert van egy küldetés, amikor egy híd alatt találkozunk valami emberkével, és akkor ott lesz egy lövöldözés is. De hála Istennek ez nem az. Mert... Hát igen, ez így komplex lett volna fegyver nélkül. Szobák. Hát itt ez egy nagyon jó lakosztály, tehát ez... Dentist. Igen, fogorvos is van itt, tök jó. Nagyon... Ez egy jó környék. Igen, látszik rajta. Ez egy legnagyobb gettó a világon, hogy létezik szerintem. Workscore, tehát igen. Munkás negyed, hát igen, ez az alsó osztályok. Én rendőr is dudált az emberrel, aki kiszállt az autóból, úgyhogy... Meklek. Ja, hogy úgy arra. Hát nem is tudom, lehet, hogy a work quarter közepén öltönyben álltál például, aztán feltűnt, hogy te vagy az. De ki is drogá? Vagy ezért fegyverkereskedő? Vagy micsoda? Nem tudom, hogy kicsoda, de... kényes figura, azt tudom. Nem fog szerepelni többet. Az biztos. Hát egyik merész szereplő sem nagyon. Ja, láttam, hogy az volt a sörözőn, vagy a bad guy. Nem, ott ez egy Coca-Cola-es reklám lett volna, nem? Vagy jól láttam? Mert elnézést csak. Mert mintha a Coca-Cola-t így alapvetően nem reklámoz a játék. De itt mintha... Na jó, van. Ez Coca-Cola. De, tényleg. Wow. Bár lehet, hogy amúgy is van, de nem emlékszem, hogy lenne.
Nem, nem. Én sem, hogy hivatalos. Ez a legtöbbször fiktív szokott lenni. Igen, meglepő. Igen. Wow. Na ez most... Igen. Megint találtunk valamit, ugye? Hihetetlen. Úgy látszik, hogy a maffia közösségnek kellett az, hogy elkezdjük ezt a végigjátszást, hogy olyan dolgokat felezzünk fel, amit... Aztán kiderül, hogy minden második sarkon ilyen Coca-Cola-s plakátok van, csak mi nem néztük eddig. Ja, akkor kizomasz a térképbe, és egy ilyen Coca-Cola felirat a várost. Ivel kiadja a Coca-Cola szót, ha az utcákat összenézed vagy. Igen. Hú, de furán fordult meg ez az autó. Nagyon élesen veszik bűnni. Igen, nem egy kicsit olyan volt, mint hogy ment, és kicsit a hátulja csúszott volna meg, és úgy, nem tudom, fura volt. Lehet, hogy fent menni szeretnék elmenni. Átmegyünk a felső hídon, mert talán az egyszerűbb. Hú, azt hittem, hogy nagy kalomból lesz. Persze, hogy izé. Hogy ne. De egyszerűen kell nekünk a sebesség, hogy följönjünk a dombon. Amúgy igen, tehát ezeket a lejtőket még ma is nehezen venni be egy-két autó, tehát... az ominózus eset ott a... Igen, igen, hegyen, a T-modell azon. Azt a... De respect, hogy bevállalta, tehát hogy az, igen, az kellett... Neki indult, igen. Igen, ő azt mondja, ő leszarja, ő megpróbálja. Megpróbál lendületbe, aztán lehet, hogy kanyar is van az úton, ez nem csak, csak emelkedik. Van jön rendőr. Visítok, hogyha igen. Mi? Ez egy gyalogos volt. Gyalogos. Na, azt nem néztem. Vagy. Bocs. Megint miért csúszkálunk? Teljesen érthetetlen. Szóval túlvezérelt halmok, annyira vicces. Egy ilyen kristálytiszta, hogy így... Igen. Frikadizé. Jó sokat felvettünk most. Nagyon, egyben nagyon sokat. Szín, alig volt baki. Igen. Sőt. Rendőr. I said don't move. Igen, az se jó, ha belemegyek, tehát az sem annyira. Igen. Jó. Na, elengedsz. És itt is leszünk nem sokára. A yield az mit is jelent? Yield. Aha. Nagyon vagy ilyen Purge album szint, hogy mit jelent bakker? Nagyon sok mindent jelent az a baj. Tehát tényleg így nem is tudom lefordítani, mert... Hát igen, nem, tényleg... Az ilyen felhívástól kezdve a termelési tervekig nagyon sok mindent jelenthet. Megnézem. Na. Ja, hogy még... Még kis köpcös fej van. 67 jelentése van a hírnek. Jó, értem, elfoglaltam a helyed, jó. És tényleg! És tényleg ez volt a gond! Hát ilyet! Kész! Kész. Eladom. Adjuk a fenőbe még. Pont arra, tehát pixel pontosan oda álltál, és kész, nem tudta megoldani a játék. Kész, eladom. Ennyi volt. Playboy, ha? Mhm. Ez egy jó kis autó. A büdös életben nem félek többet használni. Annyira jó? De elég nagy. Ja. Melyik az a hosszú zöld? Aminek ilyen villámok vannak az oldalán. És speciális. El tudjuk lopni az autót? Hát el. Ja, hát mert amúgy meg kéne mutatni, hogy hogy kell föltenni az árat, nem? Most már csak azt mondja, hogy hol az autót. Már annyira profik lettünk, hogy... Aha, értem. Akarsz inni, szólj! Mindenképp.
Tehát ez vegyem igennek, vagy hogy vagy mindenképp szól? Ja, szól, szól, szó, igen, köszönöm. Na, akkor vagy találjunk oda. Már nagyon sok büntetés kiszabtak volna ránk, hogyha megálltunk volna minden alkalommal. Ah, is mondom. Meg egy gyalogos rendőrnek. Hát odaim már nem sűrűdünk le azért. Hoboken. Hobokenbe laknék. Na, nem, mégis csak az a jobb. Hobokenbe raknál? Aha. Ez miért olyan jó? Mert jó a neve. Hoboken. Hol a Hoboken? Lepukkant izék mindenhol. Goody boy. Oké. Okay. Már állunk neki? Rég volt büntetés. Rég volt büntetés. És elővennénk egy stotit. Zsebűből rabba. Jó, már pisztolyjal is ott izé. Na, megtaláltak minket? Nem, tudjuk, nem könnyű. Sikerülni. Azt a nőt nagyon meg kellett taperolniuk. Ez végem van, mert eljátéktem. De van az útvonal tervezése, ez nem tökéletes finoman szólva, az az érzésem. Úgy, mert vágd be az óra mellett. Paraszt. Rakjuk be a izét. Legyen boldog napja. Legyen. De milyen sor lett mögötted, én figyelem. Egy korom miatt fél város feltolódik. De nagyon türelmesek voltak, szóval... Hát igen. Amúgy, ha felrobban az autó, akkor simán elkezdik tolni a roncsot. Tehát az elégett roncsot. Ez ilyen, amit a driverben ott volnak ilyenek. Jó, hogy ezt meg kivetjük. Itt volt az Aluhák bár. Itt vissza kéne, itt egyesbe is kéne tartani az autót. De nem, a játék szeretne felváltani kettesbe. Sebesség függően, tehát... Pedig sem nem. Értelme. Semmi értelme. Milyen lassan jönnek le a hegyről, de fura. Mindenki fél. Van olyan, hogy például nézd, ő elveszítette. Tehát igen. Ha őt most gyorsan fog menni, akkor szerintem ott ugye önütközések lesznek. Hát egy olyan találtál minket is, amikor leugratott az autó. Igen, az megnéztem a térképet vissza, hogy mögöttünk jött egy autó, elveszítette a kontrollt, és így csinált egy ilyen ívet. Vicces. Az az egyik legjobb jelenet eddig. Ez sem lenne egy rossz rész, de ez olyan, mint Buda, hogy szép, egészséges, előkelő, de az közlekedés, az kegyetlen. Vagy a kaskaringós hülyeszor úton mész, vagy a lehetetlen elvekedőn. Oké, még kicsit összetörtük az autót is. Úgy is mással megyünk vissza, nem? De. Hát akkor meg. Jaj, ez kellett csak nekem. Egy túlbuzgó gyalogos rendőr. Gyönyörű kilátás a nagy büdös semmire. Igen. Milyen jó lenne itt a kilátás, nem lenne jó textúra. Nem lenne ilyen rossz a textúra, mi? Ez a párbeszéd, ez zseniális. Staring at it, you'll scratch it. Hear what I said? Ain't nothing to look at here. Beat it. Weird, don't I? Hey, don't get excited. Haven't just looked at it a while? I know how that works. First look, and then the car's gone, huh? You're lost. All right, already. És akkor így tudjuk ellopni mi is az autót? Igen. Én meg is szól nekünk utána, ez az ember, ez nem van. Ott ment a rendőr. Ez meleg volt. Azt szerintem azért 0,1 frame-en múlt. Tehát, én nem vegyen észre. Igen. Ez kurva néz ki az autó. Fú, de kurva néz ki az autó. Ez tényleg létezik? Kell egy ilyen autó. Ha nem létezik. Fogalmam sincs. De olyan hosszú, hogy nem lehet. Egy ilyen vonat. Igen, ez egy ilyen... Most megfogyott a levegő egy pillanatra, tudod így. Mindegy, olyan ízni, hogy is megjavítja, úgyhogy tök mindegy. Na hát...
És nem mondod komolyan. Frenetikus sofőrök a játékban. Na itt a kaskaringos úton ezzel vicces lesz menni. Az biztos. Ha nem raképpen valakit elég. Azt meséltem, hogy a PS2 meg a PC-s verziós között mi a különbség? Nem. PS2-ben van külön autóversenymód. Mi? Van külön autóversenymód. Nem mondod. De, van, van. Hogy azon a pályán versenyzel? Azt hiszem. Nem tudom, soha nem próbáltam ki, csak... És több autóval is, vagy mi? Nem tudom. Csak azt tudom, hogy van benne egy a versenyes mód. Külön. Ami a PC-ben nem került benne. De mert annyit jutott eszembe, hogy ezeket az autókat milyen jó lenne csak így random használni, de ugye a garázsod is véges. Tehát... Ez én voltam, megpróbáltam bedriftelni a kanyarba, de... Az eleje is nagyon, ez minden jól néz ki, tetszik a festés, az eleje, ez egy gyönyörű autó, ez igen. Igen, ennél csak egy jobb autó lesz. Na! Ez nem néz ki talán ilyen jól, de gyorsabb. Ja, gyorsabb. Mert amúgy jó lenne az autó. Szerintem ez gyors, persze, majd kipróbáljuk mindjárt. Valahol. Valami meg lehetne halni, teljes sebességen ütközöl. Hát, ha felborulsz, akkor meghalunk. Ha felborulunk, akkor vége a játéknak. Hát az ember ott megállt. Igen. Na próbáljuk ki a izét. Itt most megdob-e. Kicsit nem vészes. Az előbb a render autóval ugye nagyon nagy pirulettezett, úgyhogy... Fú, már 70-nel repesztünk mérföldben. Nem tudom, hogy túléljük-e itt most nekiállok fog ezzel majd, de csináljuk. Azért loptuk ki, hogy kihasználjuk, úgyhogy hajrá. Wow, már 90! Living on the edge. Csak már nehéz kontrollálni. Eddig tartotta a menőzés. Igen. És akkor most visszamehetünk a Salieri várba. Igen, végre. Gábor, van... Számítottam rá, hogy ez lesz, de nem gondoltam. Ja, gyönyörű, ki... ez olyan szinten tökéletes. Néztek az oldalát a kocsmát. Kicsit, hogy behorpad. Kicsit egy karatés oldalon. Na, majd kikalapáljuk az alumíniumot. De a rendőr előtt, figyeled! Igen. Don't give a fuck. De az miért? Semmi gond, rendőr úr, semmi gond. Semmi gond, minden rendben van, tehát. Szóval, hogy akarsz jönni valami koncertre? Milyen koncertre? Hát egy csomó jó lesz. Például holnap lesz Rosetta. Igen? Uh-huh. Az mi? Hát az a Csillagász Metal, amit mutattam. Csillagász Metal. Ez jól hangzik. Nos. Még az a baj, tudod, hogy munka mellett. Hát persze. Ráadásul úgy, hogy évfélig biztos, hogy fognak játszani, szóval... Onnél hazudni, de aztán már. Természetesen az ideális ígben mindig ott van valaki. Na jó, itt már csapathatod, most már tök mindegy. Most már úgysem megy annyira, tehát látod. Nyomkodtam ezért a dudát, és nem, ja. Nem dudát. Ah, szóval ez a duda, értem. Letöltöttem valami mentést, uh-huh. Hogy kipróbáljam az egyik a pályát, ugye? És... Az ember, aki játszott vele, olyan össze-vissza gombkiosztásokkal játszott, hogy nem tudom eltenni, hogy miért, ez miért volt, milyen keze van ennek, hogy ezt így játsza. Ha van neki, akkor letöltöttem most egy Taito Type X2 emulátort. Ez egy Windows XP alapú arcade játékgép volt. Igen. És ott úgy van, hogy elindítod a játékot, és ugye az arcade kabinetre van leosztva a gomb.
De billentyűzetten is tudsz játszani, de hogy mire te megtaláltad, hogy melyik gomb melyik? Sok sikert, de nagyon megtaláltam, és akkor az F1, F2, Y, X, azt mondom, hogy így. Discard. Removed.